Nem vagyok valami boldog, mert úgy éreztem, hogy az autó az képes lett volna arra, hogy mondjuk a harmadik helyet megszerezze. Látszott az időből, hogy ez már reális cél lehetett volna, és én is sejtettem az időmérő előtt, de fura volt most nagyon az autóba ülni, mert mint egy említettem, itt most az előbb olyan volt, mintha lett volna három új gumim, de a bal első az használt lett volna egyszerűen jobb kanyarokba. Nem igazán volt tapadásom, próbáltam nyomni, de én úgy gondolom, hogy nekem ma ez volt a maximum, amit ki tudtam hozni. Kíváncsi vagyok most, hogyha megnézzük majd a Gergő telemetriát, hogy mutat-e majd valami érdekeset, mert igazából ez most egy picit elbizonytalanított. Ez nem tragédia, tehát ötödik hely, ugye Hungaroringen is az ötödik hely, ez jó, mert volt a dobogós helyezés ez az első futamon, tehát abszolút. Én úgy gondolom, hogy a dobogós helyezés, tehát a célt, mint a dobogós helyezést, azt simán el tudjuk érni a harmadik sorból, akár az első, akár a második futamon is. Úgyhogy ilyen szempontból volt már sokkal rosszabb napunk is. Engem picit az zavar, hogy én azt éreztem, hogy az autó ma többre lett volna képes, és sajnos ezt nem tudtuk, nem tudtam kihozni belőle.